És mellett is van mellettem Iski, Gocsi és Tibor, szervusz, köszöntelek a műsorban. Szervusz. És hát ugye a Magyar Festészet Napjával fogunk foglalkozni, ugye egy civil kezdeményezés. Miről ez egész pontosan? Magyar Festészet Napja alapítvány, ez 2002-ben jött létre, és néhány idősebb középgenerációs festőművész, illetve kurátor és művészettörténész úgy gondolta, hogy a Magyarországon a festészet kicsit nagyobb figyelmet érdemel, mint ami akkoriban kapott, és meglapítottak egy alapítványt a 11. kerületben, és aminek a fő célja az volt, hogy a magyar festészetet éves szinten minden évben október 18-án megünnepeljék, és itt kiemelném azt, hogy igazán a festők ünneplik saját magukat, ez rendhagyó helyzet, mert általában a leosztásokban a kurátorok, múzeológusok vagy galériák kérik fel a festőket kiállításra, itt erről szól egész, hogy ez gyakorlatilag egy fesztivál jellegű ünnep, és emiatt is a kuratórium nagy része most arra gyakorlatilag festők elsősorban, festőművészek, és most 13. alkalommal rendezik meg ezt a fesztivált, mondjuk így, kisebb fesztivált. Hogyha el kéne mondani, hogy mi kifejezetten, most mondtál pár példát, a rendezvénynek a célja, akkor mit mondanál? Hát az alapítók, kiemelnék csak egyet közülük, nagyon nehéz lenne felsorolni az összes alapítót, Bráda Tibort, őt azért is emelem ki, mert ő a mai napig ott ül az alapítók között, és mai napig ott ül minden rendezvényünkön, és ő az elnökünk, és Verebes György az alelnök, ő néhány éve tavaly csatlakozott, mint alelnök, és a célja, mint ahogy említettem, hogy a festészetnek a újra, ez nem igaz, hogy újra felfedezése, de valamilyen szinten egy újra fókuszba helyezését Magyarországon. És minden éven október 18-ára szervezzük a központi eseményt. Október 18-a a Szent Lukács a festő céhek korábbi védőszentjének a napja, és ezzel is emlékezünk, és ezzel is a folytonosságot próbáljuk megjeleníteni, meg régebben, ha visszatekintünk a művészet történetben, néhány száz évvel ezelőtt a különböző céhek határozták meg a festőknek a működését, és a céheknek a védő szentje volt a Szent Lukács evangélista. Tálatokon és kiállításokon kívül még mivel kedveskedtek a kilátogatóknak? Amik azt leszállítva, hogy a festőknek az ünnepe, nyilván nem csak festőket vártok. Igen. Az idén a esemény a őszi fesztiválnak, a Café Budapestnek kiemelt eseménye, és a központi kiállításunk a Bálnában lesz a 9. kerületben, és a központi kiállítás az Élő Magyar Festészet gyűjtő címet kapta, amely tematikailag bemutatja, gyakorlatilag keresztmetszetet foglal a magyar festészetből, egészen a Doyennettől, az idősebb generációs festőktől, azaz a 70 év fölötti festők képét lesz lehetőség megnézni, illetve a középgeneráció, az a 70 év és a 40 évek közötti művészek munkáiból mintegy 90 művész munkáit lehet majd látni, az idősebbek közül 30 művész, és a fiatalabb 40 év alatti festőművészek munkáiból pedig 34 művész fog kiállítani. Kiemelném azt, hogy a központi kiállításon, meg hogy alapvetően az egész koncepciónak része az, hogy elsősorban professzionális festőművészeket hívunk meg, a kuratórium, professzionális festőművészeketnek a munkáit mutatjuk be, de nyitottak vagyunk a félamatőr, de inkább a egyéb csatlakozott rendezvények fele is, és emiatt, hogyha valaki mondjuk csatlakozik a weblapunkra, föl lép rá, akkor látja a festészetnapja.hu-n, hogy számtalan vidéki, illetve fővárosi csatlakozott rendezvény is van, ami akár erre a hétvégére időzítve, vagy akár erre az október másik felére időzítve festészeti kiállítást hozott létre, és így egészen Debrecentől, Miskolcon keresztül, Pécsen keresztül számtalan helyszínünk van. A vidéki helyszínek közül kiemelném Szolnokot, a Szolnoki Galériát, ahol Verebes György festőművész társam a kurátor. Ott a Szolnoki Művésztelep és a Szolnoki Művésztelep Egyesülete válogatott
műveket, és azok láthatók, több mint 100 mű lett bemutatva ott is. És a bálnában, a fő eseményen pedig a megnyitó az vasárnap 11 órakor lesz, és mint minden éven most is díjakat fogunk átadni. A legfontosabb kiemelt díjunk az a életműdíj. Idén már 13. alkalommal kapja meg egy 70 év fölötti festőművész, és van egy középgenerációs díj, ez az MMA, Magyar Művészeti Akadémiának a festészeti díja, és van egy fiatal művészeknek adott Matichka Jenő díj. Matichka Jenő egy fiatalon elhunyt, nagyon tehetséges festőművész volt, és róla neveztük el a díjat, és gyakorlatilag a díj az a magyar kultúrában és magyar festészeti kultúrában betöltött szerepvállalás elismeréséül született meg mind a három generációnak a díja. Ezt lehetne igazából összegezni. És hát nyilván a látogatóknak lehetőségük lesz megnézni mind a 150 művésznek a munkáját. Lesz egy kis bevezető színházi előadás, amelyet a Nemzeti Színház társulata ad elő. De kiemelnék nagyon sok más eseményt is, elsősorban a 11. kerületre fókuszálva, lévén a 11. kerületi önkormányzat az esemény fő támogatója, már több mint 12 éve, és ugye a Bartók Béla út egy ilyen kulturális útnak is megfelel. Nagyon sok galériájuk van, nagyon sok galéria van, és a Bartók 29 galériában például a Női vonal című kiállítás nyílik pénteken, 18 órakor Vince Angéla kurátor szervezésében, ahol kifejezetten festőművésznőket hívott meg a művésznő, és de 5. kerületben is éppen tegnap este nyílt a Miniképek című kiállítás, de mindezekről természetesen a honlapunkon minden információt megtalálhatnak a látogatók. Ahogy gondolom azt is, hogy hol és mikor lesz egész pontosan, mert nem csak egy helyszínen van, ha jól tudom. Mint ahogy említettem, hogy számos vidéki helyszín, budapesti helyszín, és mint ahogy mondtam az imént, hogy kiemelve a bálnát, a főeseményt, azon túl még egyéb helyszíneken is több száz művész, több ezer festménye látható. És gyakorlatilag ez arról szól, hogy ez a 2-3 hét valóban egy kiemelten a festészetről szóljon. Olyannyira, hogy a Magyar Televíziónak az elnöke, a Szabó László Zsolt az idei eseménynek a fővédnöke, és így még az MTV is tematikus nappal foglalkozik a festészettel. Így egészen oly módon, még az esti játékfilm is feltehetőleg egy festőművészről fog szólni. Napközben lesznek különböző interjúk festőművészekkel. Az események közé tartozik múzeumpedagógiai program például a bálnában folyamatosan gyerekeknek és egyéb helyszíneken is, úgyhogy eseményben nem lesz hiány. Igen, izgalmasnak és érdekesnek hangzik. Aki teheti, az látogasson ki. Tibor, köszönöm szépen. Én is köszönöm.